So I was took shrouds. Végre egy újabb modelles bemutató videóval jöhettem nektek, hát hosszú ideje nem szereztem be új vasútmodellt, és éppen itt volt az ideje. Ez egy Zoltán modellek M32-es mozdony, ahogy láthatjátok a dobozon is, rajta van ugye a maga a mozdony is, illetve hát Zoli csinál ilyen fadobozokat a modelleknek, szóval lássuk is, hogy mit rejt ez a kis ládika ki is varázsoltam a mozdonykát a csomagolásból. Így néz ki. Látjátok, hogy a narancsos festésben kértem egyébként ezt a zöld sárga festésben is készíti Zoli, hogyha valaki úgy kérni. Hajtás is van benne, ugye egyedi hajtásokat készít hozzá Zoli az összes modelljéhez. Ilyen az alja egyébként. Szóval tényleg egyedi megoldások vannak benne. Hát majd a futását tesztelni fogom valamikor, hogyha lesz rá idő meg lehetőség. Maga a mozdony egyébként nagyon szépen néz ki, nagyon szépen hozza az eredeti gépnek a forma világát. Volt nekem kettő darab M32-es mozdonyom ugye korábban, az egyik egy Kovács Csabi a másikat pedig egy Göbjes Misi nevű srác készített, tehát ugye már egyik sincsen nálam, megváltam tőlük éppen azért, mert ugye kellett a keret és a hely az új gokártnak, szóval hát itt lenne ez a mozdony. Májusban rendeltem meg Zolitól, és most lett kész. És amit még kiemelnék, érdekességképpen, hogy az ablak ők szinte víztiszták, tehát nagyon sokan ugye olyan modelleket építenek, hogyha beragasztják ugye a plexit ide a szélvédőnek, az sokszor tele van karccal, vagy ragasztófoltos, és a Zoli modellén ezek tényleg szinte víztiszták, be lehet látni. Ugye a feliratozás az vizes matricával készült, ami nekem kifejezetten tetszik, azok a kis barázdák itt ezeken a és lemezkéken, amik ugye itt vannak a géptér mellett, ezek a járó lemezek, ez nagyon megfogott ebben a modellben, illetve a géptér rajtók is láthatjátok, hogy nagyon szépen ki vannak dolgozó. Ugye az M32-es mozdonyoknál ez amúgy is érdekes, ahogy kinéz, ez a géptér ajtóknak a rácsozása, elég bonyolult. És ezt nagyon sokan nem szokták tudni megcsinálni. Hát ugye itt nagyon szépen meg van csinálva, és világítás is van egyébként a mozdonyban. Hát ezek parányi kis fényszórók. Tehát mondta is nekem Zoli, hogy a magának a mozdonynak az egyik legbonyolultabb része az a világításnak az elkészítése. Hát tényleg kis milliméterekről beszélünk, és azért ezt összeforrasztani, vagy megcsinálni, azért nem lehet egyszerű. Korlátokra sem lehet panaszt. Látjátok, hogy nagyon szép, vékonyak és egyenesek nem azok a Boomsley Gearbegurban korlátok vannak rajta, szóval én meg vagyok vele elégedve, nagyon szépen hozza az eredeti mozdonynak a formáját. Egy ilyen modell egyébként 90.000 forintba kerül jelenleg, de ugye változnak a dolgok, mert Zoli is folyamatosan fejleszti a modelleket, lehet így is kérni, úgy is kérni, tehát az ár ennek függvényében változik. Ez a verzió éppen 90 ezer forintba került. És hát igazából ilyen. Írjátok meg ti is a véleményeteket, hogy mit gondoltok róla. Nekem tényleg nagyon tetszik, és örülök neki, hogy végre van egy újabb vasútmodellem. Mostanában nagyon sokat eladogattam, ugye kellett a pénz a házfelújításra, illetve ugye az újabb mozdonyokra is. És sajnos úgy fölmentek az árak, hogy nem is nagyon szeretnék költeni pluszba a modellezésre, tehát inkább a régebbieket eladogatom, és akkor azok árából szerzek be újabbakat. Egy ilyen világot élünk sajnos. Én örülök, hogy a hobbim legalább megmaradhat ilyen szinten. No, én igazából rövidre is zárnám ezt a videót. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte és aki feliratkozik a csatornámra. Hát mostanában megint fogyóban vagyunk. Én bízom benne, hogy ez a szám majd változni fog és Egyre többen jöttök a közeljövőben, én is szeretnék nektek minél több videót csinálni, hogyha időm is energiám engedni fogja. Sziasztok!